A molekulák, a testünk legkisebb alkotóelemei az érdeklődés középpontjában állnak. A molekuláris orvoslási központ kutatóinak, röviden a CEMM-nek elsőként sikerült a molekuláris szerkezetet egyetlen sejtben összefoglalni. Ez forradalmi felfedezésnek számít a gyógyításban, melynek következményeit még nem tudjuk felbecsülni. Minket elsősorban az érdekel, hogy a gyógyítás hogyan kerülhet egy új molekuláris fázisba. Minden alkalommal, amikor egy betegség molekuláris bizonyossággal megállapítható, valamint felállítható egy lehetséges terápia és diagnózis, akkor jön a képbe a CMM. A harmadik évezred orvosságai. Álom vagy valóság? Lehet, hogy egyeseknek horror víziójuk van a jövővel kapcsolatban, de én pozitívan látom a jövőt. Az individuum fel fog értékelődni, mert tudjuk, hogy mindannyian egyediek vagyunk. Éppen ezért mindenki nagyon értékes, mert mindannyiunkból csak egy van. Az egyfajta jövőkép egy science fiction. Reggel felkelünk, beleköpünk egy gépbe, és a gép azt mondja például, hogy ma nagyon figyeljen oda, hogy ne igyon két pohárnál több bort. Miért ne lehetne mindez lehetséges? Előbb-utóbb mindez megtörténhet. Ez a gép mindent megmérne, amit ma is fárasztó munkával lemérhetünk, és minden mért adatot egy kis csipen tárolna. Teljes körű képet nyújtana az állapotunkról. Minden metabolitot és gént kiértékelne, megmérné és jelentést adna az állapotunkról. A gép nem hazudna. Szerintem ettől az emberek felelősségteljesebbek lennének. 2001 óta engedélyezett az emberi gének összjátékának és a fehérjéknek a kutatása. Ez az előrelépés a rák kezelésében is döntő szerepet játszhat. Számos betegség a molekuláris tér zavarához, a fehérje molekulák meghibásodásához vezethető vissza. A legjobb példa erre a rák. Ezt a betegséget sokszor a fehérje molekulák túlműködése okozza. Valamiből túl sok van a szervezetben, és nem pedig hiány van. Egy úgynevezett inhibitor, azaz lényegi molekulák segítségével képesek vagyunk meggátolni a fehérjék aktivitását, és ezzel remélhetőleg meggyógyítani a beteget. A krónikus mieloid leukémiánál, ami a rák egyik formája, már bevált a kezelési mód. Olyan gyógymódot sikerült létrehozni, ami gátolja a rákot kiváltó molekulát. A vérrák ezen formája a csontvelő éretlen vérképző sejtjeinek rákos elfajulása következtében alakul ki. A fehérjék egyetlen kromoszómára összpontosítanak, ami a sejtek kontrollálatlan növekedéséhez vezet. A leukémiát kiváltó fehérje a BCR-ABL egy enzimgátló anyag segítségével kezelhető. Ez egy szintetikusan előállított molekula, ami rendkívül eredményes egy bizonyos leukémia fajta, nevezetesen a krónikus mieloid leukémia kezelésében. Ez a forradalmi terápia célzottan egy bizonyos fehérjét inhibál. Egy olyan enziminhibíció következik be, ami a betegség lefolyásával és keletkezésével összefüggő enzimre hat. Olyan biokémiai reakciókra hat, amelynek katalizátorai az enzimek. Az enzim inhibíció következtében kvázi hidegre teszi a betegséget. A molekuláris gyógyítás egyik közvetlen klinikai hatása a Glivec nevű gyógyszer, ami bénítja a leukémiánál fellépő abnormális fehérjéket. A laboratóriumomban sikerült bizonyítanunk a hatását, hogy miként gátolja a gyógyszer a molekula aktivitást, és hogyan állítja meg a rákot.
meggátolja az állandó molekula aktivitást, ami a sejtek elrákosodásához vezet, mint a leukémia ezen formájánál. A glivek a molekulákat összekötő mechanizmusra hat, és meggátolja az állandó sejtosztódást. Hatása abban különbözik leginkább az eddig ismert gyógyszerektől, hogy az egészséges sejteket megkímélve célirányosan pusztítja a betegséget okozó sejteket. A glivek más néven imatinib háromdimenziós ábrázolása. Meg lehet, hogy ez a gyógyszer az előfutára egy teljesen új és hatékony kezelési módnak, amit a rákkal szemben alkalmaznak. Itt látható zöld színnel ábrázolva az imatinib inhibitor kémiai szerkezete. Jól látszik, hogy milyen mélyen ül a molekulákban. A zöld gömbök az egyes aminosavakat szimbolizálják, amiből a fehérje áll, amely a kapcsolatot hozza létre az imatinib inhibitorral. Mindeddig a krónikus mieloid leukémiában szenvedő betegeket hagyományos kemoterápiával vagy csontvelő átültetéssel kezelték. Ez a gyógymód forradalmasította a CML kezelését. A pácienseknek naponta mindössze egyetlen tablettát kell bevenniük, ami természetesen sokkal kényelmesebb a betegeknek, és mindenek előtt sokkal kíméletesebb. Még az is nagyszerű ebben a gyógyszerben, hogy eddigi ismereteink szerint nagyon kevés mellékhatása van. Több éves használat után több ezer páciensnél alkalmazva csak nagyon kevés mellékhatása lépett fel, és ezek is csak nagyon ritkán. Egy lehetséges terápia azt jelenti a kutatásainkra nézve, hogy a gyógyszerek második generációját is kifejlesszük. Amerikában az egyiket már engedélyezték, Európában is folyik már az engedélyeztetés. Eredmény az elkövetkezendő hónapokban várható. A Molekuláris Gyógyítási Központ legújabb eredményei azt mutatják, hogy a leukémiát kiváltó fehérjék részben a molekulák hálózatához tartoznak. A gyógyszerek segítségével a különböző fehérjéket össze lehet kapcsolni. Az interakció olyan formában jön létre, mint a hal és a horog között, egyfajta molekula mix formájában. Veszünk egy úgynevezett fehérje mixet, amiben benne van az összes fehérje, amit meg akarunk vizsgálni. Ezáltal kiszűrjük azokat a fehérjéket, amik a legszorosabban és a legspecifikusabban kötődnek össze a hatóanyagokkal. A többit eltávolítjuk. Ezeket a fehérjéket pedig később megtisztítjuk, és spektroszkópikus eszközökkel azonosítjuk. Fogjuk ezeket a gyógyszereket, mozgásba hozzuk őket, elemekké kapcsoljuk össze, hasonlóan, mint a halászatnál. Úgy kötjük össze, mint ahogy a halászok szokták. Megvizsgáljuk a paciensek szöveteit, sejtjeit, a vérüket. Mi az, amire hatással vannak a gyógyszerek? Az azonosítás a spektroszkópia eszközeivel történik. Ezáltal rengeteg adathoz hozzájutunk. Ezeket az adatokat feldolgozzuk, ami különböző hálózatokat eredményez. Ezekből következtethetünk, hogy mennyire specifikus egy gyógyszer, milyen mellékhatásai lehetnek, és vajon ezek a mellékhatások jótékonyak-e vagy sem? Egy kérdés még kutatásra szorul. A gyógyszerek jó és rossz mellékhatásai. A kórházi ápoltak 5%-a, azaz minden 20. beteg a gyógyszerek mellékhatásainak következtében szorul ápolásra. A bécsi molekuláris gyógyítók megszámlálhatatlan mennyiségű adatot gyűjtöttek össze a gyógyszerekről, és ezidáig több ezer emberi fehérjét tartanak nyilván.
Jelenleg a tömegspektrométerteremben vagyunk, ami az intézményünk egyik legfőbb mozgatórugója. Az intézet lényegében csak fehérjével dolgozik. Ezek a fehérjék még ismeretlenek számunkra. Ezeket a fehérjéket felbontják, kisebb részekre osztják, méghozzá az úgynevezett peptidekre. Ezek a peptidek még ismeretlenek. Ezért a peptideket is felosztjuk ennek a gépnek a segítségével. Ez az úgynevezett kromatográfia. Elkülönítjük az egyes részecskéket, és egyenként analizáljuk őket. Minden egyes eredményt kiértékelünk. Itt azt látjuk, amit ebben a pillanatban mérnek a tömegspektrométerrel. Minden peptidről egyfajta lenyomatot kapunk a szerkezet által, és a lenyomatok segítségével egyértelműen képesek vagyunk azonosítani a fehérjéket. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy kellő információhoz jussunk és hatékonyan dolgozzunk. A bioinformatikus az eredményeket interpretálhatóbbá teszi. A labor eredményeket bonyolult matematikai modellek segítségével szemléltetik. A molekulák hatalmas hálózata láthatóvá válik, így megkezdődhet az analizálásuk. Elsőként olyan technológiát alkalmazunk, ami rengeteg adatot képes szolgáltatni. Ezeket az adatokat az adatbankban rendszerezik. Ez a feladat részben az informatikusoké és a bioinformatikusoké. Mint azt valószínűleg tudják, a fehérjék nem önmagukban léteznek, hanem hálózatokban. Ez azt jelenti, hogy fel kell deríteni, milyen kölcsönhatásban vannak az adatok egymással. Ezeket matematikai és statikai eszközökkel számoljuk ki, és ha megvan az interakció, akkor ki lehet építeni a hálózatot. Ezek a hálózatok rengeteg fontos és érdekes információt nyújtanak számunkra a molekuláris biológia és a molekuláris gyógyítás területén. A következő lépésben analizáljuk a hálózatokat. Számos értékelés születik egy hálózattal kapcsolatban. A hálózatok különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, amit megvizsgálhatunk, kiértékelhetünk, és ami által megtudhatjuk, hogy képes-e a hálózat megfelelően működni. Ezáltal rengeteg hasznos információhoz juthatunk, ami döntő fontossággal bír a kutatások sikereit illetően. A folyamat egymásra épülő elemekből áll. Az adatok azt mutatják, hogy a különböző gyógyszerek a számos különböző fehérjére vannak hatással. Úgy hisszük, hogy a fehérjék egy része jótékony hatású, a másik részének pedig negatív hatásai is lehetnek. Megpróbáljuk ábrázolni ezt a hálózatot, ami segít megérteni, hogy mi is történik valójában. Elkezdünk megnézni egy olyan ismert molekulát, ami már több éve orvosi használatban van, és kiderül, hogy különböző molekulák vannak benne integráltan. A piros színnel jelölt rész a gyógyszer. Ezek pedig integrált fehérjék. A kék színűek az általunk ismert fehérjék, amiről tudjuk, hogy fontos szerepet játszanak az integrálódásban. Lényegében jól látszik, hogy más fehérjék is léteznek, amik befolyásolhatók, mert összekapcsolódnak a gyógyszerrel kapcsolódó fehérjékkel. Ilyen módon lehet a leghatékonyabban orvosságokat létrehozni. Szuperti professzor úttörő felfedezése a furga, melynek lényege, hogy a fehérjék nagy szociális kötéseket alkotnak, és különböző csoportokat integrálnak. Rengeteg kombináció lehetséges. Legkisebb alkotóelemeink a molekulák esetén is bebizonyosodott, hogy szociális interakció létezik a kötések között.
Ma még tényleg nem tudjuk eldönteni, hogy a molekulák azon tulajdonsága, hogy képesek különböző fehérjékhez kapcsolódni, vajon rossz dolognak számít-e. A rákkezelésben vannak olyan terápiák, ahol bizonyított tény, hogy előnyös, ha több fehérjéhez kapcsolódnak. Az igazság az, hogy erről ma még nagyon keveset tudunk. Még a kezdeti stádiumban vagyunk. Még sok dolgot meg kell ismernünk, hogy vajon jó vagy rossz hatása van, és milyen különböző hatásai vannak a gyógyszereknek. A celluláris hálózaton belül vannak olyan hatások, amik olyanok, mint a természetben, mert a különböző sejttípusok másképp reagálnak. Az ember is egy ilyen hálózat. A szervek hálózatban működnek. Az egész fiziológia egy hálózat. A hálózat a siker alapja a CEMM kutatói számára. A molekuláris orvoslás nem érne semmit a betegeknél, ha a bécsi kórház orvosai nem működnének szorosan együtt a kutatókkal. A CEMM kutatásai szigorúan véve lényegi pontokra tapintanak. Az alapvető kutatásokat is teljes erőbedobással végzik. Az eredményeiket gyorsan át lehet ültetni a klinikai alkalmazásba. Számunkra ez nagyon fontos szempont. A klinikán kívül még számos más intézet is szorosan együttműködik a CMM-mel, mint például rákkutatóintézetek, akik szintén ezen a területen tevékenykednek. A célzott molekulaterápiák, melyeknél eredményeket ígérnek, nagyon hosszadalmas kutatómunka eredményei. A molekuláris orvoslás csak meghatározott területekre korlátozódik. Ezeket a kezelés elsősorban súlyos megbetegedéseknél alkalmazzák, főleg a rákos megbetegedéseknél. A szokásos kezelések helyét fokozatosan átveszik azok a kezelési módok, melyeknél a mellékhatások minimálisra csökkenthetők, szinte elhanyagolhatók, és szerintem ez a legfontosabb. Már most kijelenthetem, hogy a molekuláris orvoslás az elmúlt 7 évben forradalmi eredményeket ért el a leukémia és a rosszindulatú daganatok területén. Van már néhány olyan orvosság, amivel olyan eredményeket sikerült felmutatni, amiről korábban álmodni sem mertünk. Megemlíteném itt a Cliveket, ami krónikus mieloid leukémia kezelésére alkalmas, vagy a Herceptin, ami hatékony volt egyes rákos betegeknél. De ne feledkezzünk el a Mapteráról sem, ami a rosszindulatú nyirokcsomók ellen hatékony. A korábbiakhoz képest ezek szenzációs eredményeknek számítanak. Hatalmas lépéseket tettünk meg, mire idáig elértünk. Azonban még nagyon nagy lépések várnak ránk, mert még kevés olyan eredmény van, amit klinikailag is engedélyeztek. Például a Sutent vagy a Nexovar rendkívül hatékony szerek. Reményeink szerint a CML gyógyítására is találunk szert a későbbiekben. A molekuláris biológia alkalmazását a klinika területén igyekszünk az eredményeinkkel előtérbe helyezni. De természetesen ez még nem a vége. Azt kell, hogy mondjam, hogy még csak a folyamat elején járunk. A klinikai tapasztalatok és a kutatások elméleteinek összefonódásából születnek a legújabb eredmények. Például a fertőző betegségek egy újfajta kezelése. A légúti fertőző betegségek a leggyakoribb halálos kimenetelű betegségek. Például akár az egész testet érintő szepszisért is felelősek lehetnek. Az érdeklődésünk középpontjában jelenleg egy nekrotikus tüdőgyulladás áll. Ez egy staphylococcus fertőzés, és az a különlegessége, hogy különösen fiatalokat támad meg. Sajnos az egyre gyakrabban előforduló betegség, ami néhány évvel ezelőtt ebben a formában még egyáltalán nem létezett. A tüdőgyulladás jellemzői, hogy toxikus a fiatal szervezetre, amiket megtámad, és olyan súlyos tüdőkárosodást eredményez, ami a tüdő alulműködése következtében akár végzetes kimenetelű is lehet.
Mindaddig, amíg meg nem jelentek a tüdőgyulladás legújabb kutatási eredményei, néhány hónap után a betegek több mint kétharmada elhalálozott. A Molekuláris Gyógyítási Központ kutatói megtalálták azt az anyagot, ami a gyulladást kiváltó baktériumokat nyom nélkül elpusztítja. Páciensek tesztelésével próbálják a kutatók a klinikai körülményeket a laborban szimulálni. Egy speciális toxinnal foglalkozunk, ami a Staphylococcus fertőzés következtében jön létre. Röviden a következőképpen jártunk el. A toxint megtisztítottuk, megnöveltük a mennyiségét, hogy ezzel a mesterségesen létrehozott toxinnal a káros hatását vizsgáljuk. Ezt a toxint elemeiként hozzuk létre. A különböző színek az egyes alcsoportokat jelölik, a különböző fehérjéket. Az egyetemes elképzelés a sejtek kötéseiről, hogy egyik a másikhoz kapcsolódni tud. Itt látható a külső rész. Így kellene kinéznie egy sejtnek. Most megint megfordul, és ez a kék háló itt a sejtmembrán. A sejtmembránba egy kis törzs kerül, és ha jól megnézzük, akkor látható, hogy lényegében egy pórus keletkezik. Ha ez a pórus egy bizonyos mértékben megnőne, az elpusztítaná a sejtet, mert felborulna az egyensúly, és az elektronok felszabadulnának. Ha nem túl nagy mértékben nőne, akkor a sejt akár túl is élhetné. Végeredményben ez a sejt egyfajta stimulálása. A fertőzések jelenlegi kezelése nagyon konzervatív. Antibiotikumokkal kezelik a fertőzéseket, amióta Fleming feltalálta a penicillint. Szinte alig vannak új antibiotikumok manapság. Ez egy stagnáló piac, pedig egyre ellenállóbbak lettek a baktériumok. Fontos lenne, hogy célzottan lépjünk fel egy bakteriális megbetegedés ellen, és ne összefoglaltan kezeljük a betegségeket. Fontos, hogy tájékozottak legyünk az egyes toxinokról, amelyek károsak a szervezetre és betegségeket okoznak. A fertőzések már megszokottak a fertőző részlegeken a kórházakban. Azonban megjelentek más gyulladásos betegségek is, amiket szintén kezelni kell. Például a reumatikus ízületi gyulladásnál is vannak olyan antitestek, amivel megpróbálják mérsékelni a gyulladást. De ez az út még nincs teljesen kitaposva. Rengeteget kell még fejlődni ezen a téren. Én azt várom a molekuláris orvoslástól, hogy teljesen új lépéseket tudunk majd tenni az ügyben. A fárasztó előmunkálatok nagy részét már teljesítették. Jogosan reménykednek, hogy a bakteriális tüdőgyulladás, amit gyakran az intenzív osztályon kezelnek, hamarosan gyógyítható lesz az új molekuláris gyógyító terápiával. Megpróbáljuk az elméletben képzettebb kollégáinknak felvázolni a helyzetet, amivel nap mint nap találkozunk a kórházban a beteg ágyaknál. Szerintem ez különösen fontos, és ez az alapja a munkájuknak. Ettől lelkesebbek lesznek a kollégák, jobban át tudják élni, mert a labor eredményeket közvetlenül pácienseiken alkalmazzák. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy természetesen minden megfelelő elővigyázatossággal, etikai bizottság előtt, engedélyekkel és állami felügyelet mellett történik. Minden szabályozva van törvényileg. Senkinek ne legyen az a benyomása, hogy Frankenstein laborját akarjuk a klinikára átültetni, mert ez egyáltalán nem így van. A CEMM hosszú távú fejlődést biztosít, egyre több eredményt tudnak felmutatni. Rengeteg kollégánk dolgozik a CEMM-ben. A CEMM közel van a Bécsben található orvosi egyetemhez. Reménykedünk, hogy ez az együttműködés előnyös lesz a klinikának is, hiszen mindkét félnek ugyanaz a célja, méghozzá a molekuláris gyógyítás bevezetése.
bevezetése. Ebben az esetben mindannyiunknak ugyanaz a célunk. Legalábbis annyiban mindenképp, hogy együttesen szeretnénk alkalmazni a technológiát. Előbb-utóbb szeretnénk egy közös épületben lenni, hiszen egy épület anyagilag is kifizetődőbb lenne, mint kettő. De őszintén szólva nem ez az elsődleges szempont. A legelső számunkra az intellektuális és a tudományos kooperáció, mind az orvosi egyetemmel és a CMM-mel is. Ezek a nagyszerű tudósok mind egy helyen lehetnének és együttműködve dolgozhatnának. A gyakorlati orvoslással együttműködve a bécsi kórház területén egy új szárnyat építenek, ahova a tudósok is beköltözhetnek majd. Egy teljesen új tudományt építenek ki a tradicionális gyógyítással együttműködve. A CMM egy nagy épületegyüttes része lesz. Körülbelül ennek az egyharmada. Itt fog felépülni a mögöttem látható területen. Van itt egy trafóállomás, ami számunkra nagyon fontos. Az állomás mögött kicsit jobbra lesz található az épület. Az orvosi egyetem körülbelül egyharmadnyi területét foglalja majd magába a CMM, és kétharmadnyit pedig a laborépület. Mindkét épületet olyan építészek tervei alapján építettük, amire mindenki áldását adta. Így nem lesz semmiből kettő. Egymásból fogunk profitálni, hiszen a CMM-nek vannak olyan technikai felszerelései, ami az orvosi egyetemnek nincs, és fordítva. Ez az együttműködés mindkét félnek kedvező lesz. Kölcsönösen segíteni fogjuk a másikat. Semmiképpen nem szeretném, ha a CMM elefántcsontoronnyá válna. Arra törekszünk, hogy a kutatási területek integrált részévé váljon. Ugyanakkor szeretnénk függetlenek maradni. Ez remek lehetőség számunkra, és ezt az egyetemi kollégák is így gondolják. Ez az egész kicsit hasonlít egy oázishoz, ahol meghatározott kutatásokat végezhetnek még jobb eszközökkel. Eigentlich noch bessere Mittel ausführen kann. Hier muss man. Meg kell találnunk a közös nyelvet, és válaszokat kell adnunk az eddigi kutatásokra. Olyan formát kell öltenünk, ami megfelel ennek az új szellemiségnek, amivel képesek vagyunk dolgozni, ami megfelel a kutatási projektnek. Ez a jelenlegi feladatunk. Manapság már rengeteg dolgot át kell gondolnunk előre. Fényviszonyok, nyitottság, hatalmas laborok, hatalmas ablakok. Ugyanakkor az ökológia és a napvédelem is fontos, nem is szólva a technikai felszerelésről, ami lehetőleg megfelelő kell, hogy legyen az éves kutatásokhoz. Több évre kell terveznünk, mert ha csak rövid időszakban gondolkodunk, akkor előbb-utóbb szembesülnünk kell azzal, hogy elavulnak a berendezések, haladnunk kell a korral, és napra késznek kell lennünk a technikában. A legkülönösebb ismertetőjel talán a legfelső szint, a 8. emelet, ami a kommunikációs szint. Ez a hely különösen fontos szerepet játszik a kutatásokban. A célzott megbeszélések egy kávé mellett, az információcsere nagyon fontosak a további munkálatokhoz és a csapatmunkához. Ez az emelet kilóg a kórházi arculatból, lendülete van, a maga módján feltörekvő. Szerintem ez az a pont, amiről bárki bármikor felismeri az épületet. Ez az épület szimbóluma is lehetne. Ez itt a CMM és semmi más. Szerintem ennek nagy jelentősége van. Kell egy ilyen ismertetőjel, mely által nem felejtjük el a helyet, bevésődik az elménkbe. Az Osztrák Tudományos Akadémia 90 tudósa ebben a független kutatási központban fog dolgozni, ahonnan könnyedén eljutnak majd az eredmények a kórházba.
Gyakran előfordul, hogy az orvosi és a klinikai kutatások elmennek egymás mellett. Ennek az a legfőbb oka, hogy az emberek nem beszélgetnek eleget egymással, vagy egyszerűen nincs is lehetőségük beszélni egymással. Ez elég nagy probléma, de rájöttünk a megoldásra. Mi szeretnénk megteremteni ezt a lehetőséget. Éppen ezért mindent a dolgozók megkérdezésével alakítunk, mind a CEMM-ben, a klinikán és az egyetemen. Megpróbálunk egy kulturális szerepet is betölteni, ahol a különböző területek és eredmények találkozhatnak egymással. Mert, mint mondtuk, a molekulák ugyanolyanok. Vannak olyan enzimek, amik megváltoztatják a fehérjéket. Nincs ráírva, hogy ő egy kardiovaszkuláris enzim, vagy egy leukémiás enzim, ami teljesen másképp hat a szervezetre. Ebben rejlik a lényeg. A sejtek be vannak hálózva hasonló molekuláris bázissal. Azok az emberek, akik hasonló problémákon dolgoznak, sokszor egyáltalán nem is tudnak egymásról. Mi megpróbálunk hidat építeni közöttük. Annak érdekében, hogy viszonylag gyors eredményeket érjünk el, és a sikereket ne 30 év múlva, hanem 3-5 éven belül lássuk. Ezért nagyon fontos a kommunikáció és az együttműködés. A mai innovatív kutatási eredmények úgynevezett határterületekről származnak, mint amilyen a molekuláris gyógyítás is. Ezek a határterületek könnyen a harmadik évezred gyógymódjainak tartó pilléreivé válhatnak. Érdekes kihívást jelent ez a fiatal kutatók számára a klinikai kontextusban. Nekem valóban felnyitotta a szememet, hogy ténylegesen páciensekkel dolgozom együtt, és tudom, hogy az általam alkalmazott szereket valóban betegeknél alkalmazzák. Tudom, hogy ezek az emberek milyen súlyos mellékhatásoktól szenvednek. Rá kell jönnünk a pozitív és a negatív hatásokra egyaránt. Hatalmas különbséget jelent, hogy ennyi páciensen segíthetünk, ehhez persze elengedhetetlen a klinika közelsége. Tudnunk kell, hogy mit használunk, melyik páciensen alkalmazzuk. Ehhez persze szükség van az orvos specialisták visszacsatolására, hogy képesek legyünk a megfelelő besorolásra. Az orvosok immár molekuláris szinten is megérthetik a betegségeket, és kutatási eredményekkel, valamint klinikai eszközökkel egyaránt gyógyítják a betegeket. Szerintem ez hatalmas ugrás, hogy kombináljuk a kutatási eredményeket a klinikai gyógymódokkal. Ez a módszer egy új szintre emeli a gyógyítást, ami lényegesen konstruktívabb, célra vezetőbb minden szempontból, a terápiát és a diagnózist illetően is. A legjobb fejeket meg kell fogni, és mi törekszünk arra, hogy a legnagyobb szaktekintélyekkel dolgozzunk együtt. A tudósokat magunkhoz csábítjuk, és megpróbáljuk megnyerni magunknak. Közösen sikerülni fog. Az egyetemek nagyon jók a kutatásokban, de minél több partnerünk van, minél több tudóssal dolgozunk, annál jobb. Egy másik fontos szempont, hogy tisztázzuk, milyen szinten áll az ország az egyes területeken. Hol kielégítő és hol lehet még többet elérni. Ma már nem versengünk, mint néhány évvel ezelőtt. Bécs Innsbruckkal versenget, Innsbruck Grazzal, mindannyian osztrákok vagyunk, és a világ többi részével versengünk. Felmerül a kérdés, hogy miként tudjuk egyesíteni az erőinket, hogyan lehetünk jobbak és hogyan maradhatunk nemzetközileg versenyképesek. Ehhez kellenek a legjobb tudósok, állami infrastruktúra, és az is, hogy valaki a kezébe veszi a pénzt.
Csodás dolgokat érhetünk el a pénz segítségével. Személy szerint én hoztam létre a bécsi rákkutató kezdeményezést, amit nyilvános pénzek és szponzorok segítségével tehettem meg. Ezek a pénzek az egyetembe és a rákkutatásba folytak be. Ezekkel pénzt generálunk, amit kutatásokba fektethetünk. A CEMM számos nemzetközi érdeklődés övezte tudományos terméket keltett életre. A Furga világszínvonalú a molekuláris kutatások területén. A kutatás hosszú távú célja egy személyre szabott individuális orvosság lenne. Minden ember egy teljesen egyedi genetikai információt hordoz magában. Ez közismert a kriminalisztikából. Egy DNS minta alapján egyértelműen azonosíthatunk bárkit. Természetesen ennek számos más hatása is van. Például a különböző terápiákra másképp reagálnak az emberek. Egy jövőbeli gyógyszer teljesen személyre szabott gyógyszer lenne. A páciensek külön terápiát kapnának. Nem lehetne a kezeléseket általánosítani, hanem egyedi kezelést kapna mindenki. Reményeink szerint ez lesz a jövő gyógymódja, a harmadik évezred felfedezése, az egyedi, személyre szabott terápia. A jövő szintén egy személyre szabott jövő. Ami az egyik embernek jó, az a másiknak rossz. Ezt már mindenki tudja, és van igazság a régi bölcsességekben. Ezt már 500, sőt már 3000 évvel ezelőtt is tudták. Szerintem ez a jövőben egyre fontosabb szerepet fog kapni. Mindenki tudja, hogy az emberek másképp viszonyulnak bizonyos dolgokhoz. Például, ha én délután 4 órakor iszom egy kávét, akkor este nem tudok elaludni. A feleségem bármikor ihat kávét, 5 perc múlva már mélyen alszik. Ezek teljes mértékben különböző reakciók a koffeinre. Éppen ezért balgaság lenne azt hinni, hogy ugyanaz a tabletta ugyanúgy képes segíteni minden emberen. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy önnek is és nekem is ugyanazt a szemüveget kell viselnünk. A szemüveg személyre szabott és a jövőnek is személyre szabottnak kell lennie. Gondoljunk például bele abba, hogy egy koktéllal mennyi hatóanyagot juttatunk a szervezetünkbe. Ne gondoljunk egy rendkívül nagy mennyiségre, de legyen 2000 vagy inkább 200 hatóanyag, amit személyenként adagolunk. Egy kicsi ebből, egy kicsi abból és egy meghatározott hatóanyag mennyiséggel összeállíthatunk egy személyre szabott gyógyszert, melynek hatását szintén egyedileg kell mérni. Ez egy olyan jövőkép, ami 10-15 év múlva akár valósággá is válhat. Én azon a véleményem vagyok, hogy ez valóban lehetséges. Ha a mért eredmények figyelembevételével megvizsgáljuk, hogy melyik gyógyszer, mennyi idő alatt és milyen módon hatott a testünkre. Azt mondják, hogy a terápia beválik, vagy nem válik be. Gondoljunk csak bele abba, hogy a sok gyógyszer helyett egyet kapnánk csak. Végre nem kellene annyi gyógyszert fölöslegesen lenyelnünk. Megszabadulnánk a fölösleges gyógyszerektől. Minden embernek egy személyes kortörténete lenne és tapasztalata a környezeti hatásokról. A molekuláris orvoslástól ez nem esik távol. Az egyes embereknek személyre szabott gyógymódokat határoznak meg. Ez egészen biztosan így van. Először is rendelkezésünkre áll a teljes emberi génállomány. Ott van a géntechnológia, melynek segítségével felismerhetők a gének és a molekulák meghibásodásai. Ez a legjobb alkalom, hogy a tudást és a fejlesztéseket átültessük egy új gyógyszerre.
A CEMM kutatócsoportja egy teljesen új gyógyszer megalkotására készül. A felismerés, miszerint a betegségek ugyanúgy hálózatot képeznek, mint a molekulák és az emberek, a forradalmi gyógymód alapja. Egyes területeken már sikerült is a harmadik évezred gyógyszereit kifejleszteni. Izgalmas jövő áll még előttünk. Bevezetésre kerül egy orvosság, ami a lehetséges mellékhatásokat is figyelembe véve minden emberhez személyre szabott terápián keresztül jut el. Tudtommal még senki nem vizsgálta meg, hogy valójában milyenek a kötések. Reméljük, hogy a jövőben ez fontos szerepet kap, és nem sokára rutinná válik az egész. Remélem, hogy mielőtt felírnak egy orvosságot, megnézik a fehérjék spektrumát, hogy mihez kötődnek, és milyen jeleket közvetítenek a sejtek egymás között. És ez korlátozza-e a molekulákat, vagy sem? Ezt az utat végig kell járni. Különben csak találgatunk az orvosságokat illetően. Nem tehetünk mást, mint hogy megpróbáljuk meghatározni az irányt, hogy a jövőbeli orvosságok is napi rutinná váljanak, és hogy minden részletre odafigyeljenek. Nem győzöm hangsúlyozni a személyre szabott kezeléseket, aminél még sajnos gyerekcipőben járunk. Rengeteg kutatómunka áll még előttünk, de bizakodó vagyok a jövőt illetően. Én azt remélem, hogy a rák krónikus betegség lesz, és eljutunk arra a szintre, amit várunk. Semmiképp nem szeretnék túlzásokba esni, és azt állítani, hogy a rák gyógyítható lesz. Mert a jelenlegi kilátások szerint erre nem leszünk képesek. De ha sikerülne a rákot egy krónikus betegséggé tenni, akkor részben gyógyíthatóvá válna. Mit is jelent ez valójában? Olyan betegség lenne, ami folyton visszatérne és problémát okozna, de orvosságokkal kezelhető lenne, és képesek lennénk együtt élni vele. Annyiban más lesz a helyzet, hogy sokkal részletesebb ismereteink lesznek a betegségről. Az orvosságok precízebbek lesznek, és amelyik orvosság nem az, azt nem alkalmazzuk fölöslegesen. Többet fogunk hallani a célzott fehérjékről, és gyakrabban alkalmazzuk majd a kombinált terápiát, ami 3-5-6 anyagból tevődik össze. Mindez egy tablettában, vagy saját magunknak adagolva. Szerintem így kellene kinéznie a jövőbeli orvosságoknak. Ez egyenlőre álomkép, de már nem sok választ el minket, hogy valósággá váljon. Egy nagyon izgalmas világban élünk, ahol a fizika, a kémia és az informatika elemei egyre hasznosabbá válnak a betegségek kezelésénél. A rendelkezésre álló gének azt jelentik, hogy azokat a dolgokat, amiket még nem tudunk a betegségekről, talán a molekuláris térben megtalálhatjuk. Ez nem egy forradalom, hanem több forradalom, ami a molekuláris síkban még előttünk áll. Munkatársak: Orosz Anna, Bodnár Anita, Csénémet Bálint, Lajtai Erzsébet, Zákányi Balázs. A magyar változatot a Digi Kft. Megbízásából a Masterfilm Digital készítette 2012-ben. Produkciós vezető: Hegyi Eszter.